A világ minden pontjáról érkeztek turisták a Szabadkai zsinagógába. Számtalan külföldi, valamint hazai csoport és egyéni látogató tekintette meg az épületet. Nagyon nagy az érdeklődés, és azt gondolom, hogy az Amerikába kivándorolt, ugye a II. Világháború után kivándorolt szabadkai zsidó családok leszármazottai rendszeresen jönnek, és nagyon nagy az érdeklődés, és nagyon büszkék arra, hogy az az imaház, amelyekben az őseik imádkoztak, ilyen gyönyörűen fel lett újítva. Az intézmény a világ legnevesebb múzeumaihoz és kiállító termeihez hasonlóan korszerű digitális eszközöket is biztosít a látogatóknak. Két touchscreen képernyő áll a látogatóink rendelkezésére, amelyen 7 nyelven a Szabadka város történetéről olvashatnak, az itteni zsidóság történetéről, a szabadkai zsinagóga történelméről, építéséről, ugye azokról az évekről, amikor ugye romlásnak indult, amikor nem volt épp a város büszkesége, a felújítási munkálatokról, a teljes felújítás tervei, kimagasló zsidó városi egyéniségekről olvashatunk benne. Azt gondolom, hogy mély hálával meg kell itt említeni a Magyar Nemzeti Tanácsot és a Vajdasági Magyar Szövetséget, mert valóban az ő támogatásuk nélkül Magyarország kormánya ezt a beruházást talán nem valósította volna meg. Évente több nagyszabású koncertre kerül sor a zsinagógában,